Apró rovarok sokasága az ablakpárkány belső oldalán, még a tévéstúdiónk folyosói ablakán is bejutottak ezek az állatok a belső térbe, hogy telelőhelyet keressenek maguknak. Ez egy betelepülő faj, a csipkés szárnyú tölgypoloska. Amerikából hurcolták be, valószínűleg egy farakománnyal. Az elterjedési útja is az volt, hogy először autópályákon a pihenők mellett jelent meg. Tehát ezt úgy szoktuk nevezni, hogy autóstoppos állat, és azzal kerül be Európába. És onnan viszont nagyon gyorsan elterjedt, és hát mivel nincs ellene védekezés, ezért el is tud szaporodni. Nincs természetes ellensége, így még könnyebben tud elterjedni. Évente 3 generációja nő.